Jó, köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm itt a konferencia a résztvevőit. Ugye nagyon örülünk, hogy ismét ilyen szép számmal jöttek el az ITF, tehát a Történeti Fórumnak a konferenciája. Azért emeltek itt az elnök úr, hogy ez a konferencia is a Neumann évnek a keretében, mert az Óbuda Egyetem ugye a Neumann kara révén ugye kiemelten is része ennek az évi sorozatnak. Van egy együttműködés, megállapodtunk ebben az évben, nagyon sok eseményt és nagyon sok dolgot szervezünk ide az egyetemre, mert az egyetem szeretné azt, hogy a Neumann neve és a Neumann kar ugye széles sörbe ismerté váljon, még ismertebbé váljon. Ugye Neumann János 1903. december 28-án született, tehát ezért van ez a 120-as évforduló ebbe az évbe, és ugye a Neumann Társaság a teljes évet ennek a Neumann emlékének a továbbvitelére vagy kiegészítésére szánja és fordítja. Ugye itt nem szeretnék itt a Neumannról, magáról beszélni, szerintem itt mindenki ezt nagyon jól tudja, hogyha valakit érdekel, akkor külön azokat elmondom. Viszont az, hogy a társaságunk az aki 1968 óta már ugye fölvette ezt a nevet, tehát még amikor kevésbé volt ismert Magyarországon, vagy elismert Magyarországon Neumann János. De nem csak, hogy fölvette a nevét, hanem ezt az emlék megérzést azt nem csak ebbe az évben, az egész történet, 55 éves története során is folytatja. Ugye volt a Neumann 100 megemlékezés, egy hasonló jelentős emlékév, ugye van Neumann emlékszoba Szegeden, minden évben megkoszorozzuk a Neumann emléktáblát a Bajcsi Zsinszki és a Báthori utca a sarkán, és külön büszkék vagyunk arra, hogy pár éve sikerült a Műszaki Egyetemmel ezt a Neumann professzori díjat alapítani, ami tényleg a legszélesebb körben elismerést hoz a Neumann nevének, hiszen ezt a díjat az elmúlt években két Nobel-díjas, két Abel-díjas és egy Leibniz-díjat kapta, a Leibniz-díj a Németország a legmagasabb tudományos kitüntetés. De nem csak ezzel emelte, ugye, hanem kapcsolódik ugye ez a konferenciához, ugye a Neumann kolokviumok, ugye ez a Neumannnak a szakosztálya ilyen néven rendezi meg minden évben az orvos, biológiai, orvosi, egészségügyi informatikával foglalkozó konferenciáját. És ennek az eredete ugye 1970-re nyúlik vissza, ugye Kalmár László kezdeményezte ezt a dolgot, és ugye én büszke vagyok, mert annak az évfolyamnak vagyok egy tagja, aki utoljára szigorodatozott egyébként Kalmár Lászlónál, tehát még leszigoroztunk, és akkor nyáron hunyt el, és egyébként ilyen Vienna Definition Language-be kellett egyébként eszemben fordított a szigorlaton, ott a helyszínen megírni, úgyhogy egy komoly történet volt. És utána ugye a 73 alakult meg az orvosbiológia szakosztály, aki folytatja ezt a hagyományt, és ugye ott van ez az új 1998, az új logó is. Eredetileg nagyon sok konferencia Szegeden volt, de utána legtöbb Veszprémben, tehát több helyen is volt ennek a konferenciának a dolga. És ugye említette az elnök úr ugye, hogy elkészült ez a tárlat, amit érdemes nézni, hiszen ugye a végtelen sok adatsorból, amit az ITF-nek a honlapja, hogy adattára tartalmaz, az így ilyen szálakat kiragad, és így időrendben, és nagyon sok mindent meg lehet nézni, tehát mindenkinek ajánlom, hogy ezt nézze meg, különösen aki ugye ezen a mostani konferencián részt vesz. Az, hogy a emlékévet elkezdtük szervezni, ez egy nagyon pozitív élmény volt, hogy mindenütt nyitott fülekre találtunk, amikor a Neumann nevét említettük. Egy ilyen védnöki testületet sikerült összeállítani, mi ezt az emlékévet támogatja. Ugye vannak benne tudósok, egyetemi emberek, üzleti emberek is, úgyhogy mindenképpen ez egy olyan dolog, amit szerintem lehet tovább vinni, és a Neumann kolokviumnak is jó hír, hogy a Neumann név nagyon sok mindenkit szívesen be lehet vonni a munkába. Ugye a Neumann 120 év elindult, pont itt ebben a teremben volt, január 18-án egy évnyitó sajtótájékoztatóval és egy nagy
konferenciával, ahol a Neumann társaság különböző szakosztályai elmondták azt, hogy az ő területük az hogyan kapcsolódik Neumannnak az eredményeihez, tehát mit hoz a ma abból a magból, amit Neumann elindított igazából, és ennek elég jelentős sajtóvisszhangja is volt, és ugye kint van a honlapunkon, ugye, hogy a Neumann lánya, a Marina Neumann üzenetet is küldött, tehát ő is támogatja ezt az eseményt. A következő nagy eseményünk az hétfő lesz, március 27-én, a Fasori Gimnáziumban, ahol ugye ő is érettségizett, meg két másik Nobel-díjas is érettségizett. Ez nyitva van, tehát lehet jönni, 14:30-kor kezdődik egy ünnepségsorozat, ahol két kiállítás nyílik meg. Egyrészt a Neumann családnak a bútoraiból, relikviából egy ilyen milliónek nevezett kiállítás, és ekkor egy tablókiállítás Neumann életművéről, ami körbejárja az országot, a Neumann nevű intézmények, iskolák, de most már más iskolák is jelentkeztek, tehát tényleg egy igazi vándorkiállítás lesz. Itt egy ilyen tabló, egy mutatvány tabló, ez ilyenből készült 8 darab, ami körbe fog járni az országba. Ugye fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a szakmában, hanem a szakmán túl is kiterjesszük ezt a Neumann emlékezést. Az Élettestudományban jelent meg egy eszépártnak az eredménye, és ott cikkek is már jelentek meg Neumannról. És még inkább érdekes az, hogy a Galaktika folyóirattal egy ilyen tudományos fantasztikus pályázatra 30 pályamű érkezett, és ezek folyamatosan meg fognak jelenni a Galaktika, pont a legjobb 10 megjelenik a Galaktikába, a többi majd a honlapukon lesz olvasni való. Tehát azt jelenti, hogy megint a fiatalabb korosztály is arra a jelszóra, hogy mit hoz a jövő, ugye ezzel is foglalkozott Neumann, túléljük-e a technikát, túléljük a technológiát, erre a jelszóra számos műalkotás, vagy hát novella készült igazából, amit lehet látni, tehát megmozgatta a fiatalabb korosztályt is. Folyik egy művészi pályázat, itt még nem lett eredményhirdetés, de 150 mű érkezett, a legnívósabb MMA és munkácsdíjas és mindenféle díjas alkotóktól, és az első kiállítás az pont tegnap nyitottuk meg Szekszárdon, ugye, mert akkor ott volt a Neumann verseny, és a kettőt összekötöttük, és aki ott meglátogatta, az el volt ájulva, mert nem tudta elképzelni, mit lehet Neumann nevéből kihozni egy ilyen homás, vagy egy Neumann emlékére kiállításból, és nagyon-nagyon jó pályátok születtek. Majd jön Budapest ez a kiállítás, a következő alkalommal a Városháza Parkban lesz egy ilyen plakátkiállítás, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, és egyébként azért is mondom, akár a tablókiállítást, akár ezt a műtőt kiállítást, hogy nyitottak vagyunk, hogy valamik intézmény vagy iskola szeretné ezt kiállítani, akkor megpróbáljuk a naptárunkba beilleszteni, mert tényleg az lenne a cél, hogy ez minél szélesebb körbe menjen. Folyik még egy ifjúsági pályázat is, aminek még most be lehet adni. Itt egy pár példa azokból a művekből, amik érkeztek ebbe a 150 alkotásba. Van benne olyan, ami Neumann arcképére valamilyen módon reflektál, vagy beillesztette, és van, ami ugye valamifajta informatikai dolgokról reflektál, és vannak egyébként elvontabb alkotások, és van vagy 10 ilyen installációs, például egy ilyen fényinstallációs, nagyon érdekes a reflektál a dolgokban. Ugye saját kiadványok is vannak, megjelent ez a mi kiadásunkban, ez az Idézhető Neumann, ez egy ilyen díszalbum, ami Neumannról és Neumanntól származó idézeket tartalmazza, nagyon sok fényképpel. Ezt lehet rendelni nálunk a honlapunkon, tehát akit érdekel, akkor mindenképpen érdemes. Aki eddig látta, egyébként nagyon színvonalas kiadványnak találta, és májusban jelenik meg a Természetvilága tematikus száma, amiben szintén próbáltunk olyan cikkeket beletenni, mert ez a Neumann százasnak ugye a címlapja, az egy nagyon színvonalas szám volt, most próbáltunk, ha azt nem is überelve, de azt, hogy azt kiegészítő és új témákat behozva egy nagyon-nagyon érdekes számot összeállítani. És vannak további kiadványok is, ugye, aki érdekel a Neumann életmű, az külön fölhívom a Battacsérának a könyvére, az most jelent meg március 10-én
Magyarul ez tavaly évben Angliában egy sztárkönyv volt, igazából egy olyan életrajzi könyv, és a szerző itt volt ugye a március 10-én, hangsúlyozta, hogy ez nem egy életrajz, hanem egy intellektuális életrajz, tehát próbálja az ő eredményeit, a tudományos eredményeit, tudományba elfoglalt helyét taglalni. Az azért érdekes, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a orvosbiológiában van-e valami Neumann érintettség, talán ebből a könyvből az kiderül, tehát hogy a szakosztály elolvassa, akkor biztos esetleg ebből tud valamilyen dolgot kihozni. Ugye még további nagy programok is lesznek, ugye az egésznek egy kiemelt eseménye lesz augusztusban Szegeden a informatikai diákolimpia, ami a világ 100 országából a legjobb programozóknak a versenye, és Magyarországon is ugye egy ilyen kiválasztási folyamatból a legjobb 4 versenyző fogott részt venni. Az MTA-n az MTA elnökének a támadására lesz egy tudományos konferencia, és május 26-án emlékfaültetés a balatonfüredi Tagóra sétányon. Nemzeti Bank emlékérmet ad le, azt is lehet keresni és vásárolni, és Laki Telken a Hungarikum Ligetbe is lesz egy konferencia a Neumann emlékére. Ezekhez mind lehet csatlakozni. Ugye itt látszik ez a neumann120.hu honlap, ahol mindenféle események ott vannak, tehát amiket elmondtam, azoknak a részletei ott vannak, de ami még inkább érdekes, és ebbe esetleg várjuk mindenkinek a segítségét, az ETF-nek is a segítségét, hogy egy olyan ambíciónk van, hogy gyűjtsük össze, amit csak tudunk, képeket, grafikákat, fotókat, cikkeket Neumannról. Ezt elkezdtük, de nyilván kell a segítség, és egy ilyen közös munkába lehet egy olyan gyűjtemény, ami teljesen meg tud emlékezni Neumannról. Úgyhogy köszönöm szépen, úgyhogy várjuk a csatlakozókat, mondtam a kiállításra, nyitottak vagyunk, hogy elmenjünk, és ha bármi kérdés, bármi hozzáfűzni való van, akkor szívesen látunk mindenkit a Neumann név akár rendezvényein, akár pedig segítőjeként. Köszönöm szépen!